koncert és saját dalokkal lépett színpadra Dombóváron László Attila. A Székelyföldről származó fiatal énekest 10 évvel ezelőtt egy tehetségkutató műsorban ismerhette meg az ország. A Csillagszületik után, hát ugye 10 év eltelt kereken, 10 év a műsor, amióta volt, és hát eléggé az életem megváltozott. És örülök annak, hogy a zenének élhetek 10 év óta, és azt csinálhatom, amit szeretek. És 10 év után is ezt látom, és ezt akarom mondani, hogy a következő 10 év után is ezt tudjam mondani, hogy ugyanúgy a zenében vagyok, és ezzel próbálok járni az úton, és adni az embereknek, és alkotni. László Attila a Székely kör meghívására érkezett Dombóvárra. Tavaly terveztük, hogy elhívjuk László Attilát koncertre, csak ugye nem sikerült. Úgyhogy mert a kapcsolatot felvettük vele, és már az első telefonos beszélgetés után én úgy mondtam, hogy ez egy jó teli találat volt, hogy egy ilyen fiatal embert hívjunk meg. Nagyon szeretjük a dalait, ő is székely, tehát adott a helyzet, hogy meghívjuk, és akkor most itt élőben láthattuk, fantasztikus élmény volt. A koncert után a helyi iskolások adták elő karácsonyi műsorukat. Hagyományokhoz híven két iskola adott műsort, a József Attila Általános Iskola tanulói Delia Orsolya vezetésével, tanárnő vezetésével, illetve az Apáczai Szakképzőiskola diákjai adtak műsort. A nagyon gazdag program volt. Betegek, gondjaik vannak, nincs idejük, majd később haldokolnak, nincs. Késő, több idejük már nincs. Így szaladnak az emberek az idő után, Uram. Átrohannak a földön, sietve, tülekedve, túlterhelten, fejvesztetten, hajszoltan. Birtalan József egy verset olvasott fel a művelődési ház előtti téren összegyűlt közönségnek, amely rohanó életvitelünkről és az időről szólt. Arra van időnk, amire akarjuk, hogy legyen. A mai ember csak rohan, kapkod, semmire sincs ideje. És ezzel volt kapcsolatos az az ige szakasz is, amit Pál apostol ír, hogy amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel. Nem tudjuk, meddig tart az időnk. Krisztus második visszajövetelét várjuk, nem tudjuk, mikor következik be, hogy ő jön le, vagy mi megyünk föl, nem tudjuk. A rendezvény végén a hagyományukat követve meggyújtották a második gyertyát az adventi koszorún. Karácsonyig még számos programmal várják az érdeklődőket a szervezők.